Magának az egészségügynek a tevékenysége két alapvető részre osztható. Az egyik közvetlen maga a gyógyítás, tehát amikor a kialakult állapotokat, betegségeket gyógyítjuk. Ez a legnagyobb részét foglalja az egészségügyi ellátásnak, alapellátás, szakellátás, fekvő, betegellátás. A másik része az pedig az úgynevezett prevenció, megelőzés. Ez a prevenciós szemlélet egyre nagyobb szerepet kap a egészségügyi ellátásban, főleg 2010 után erre nagy súlyt fektettek, és 2013-ban létrehozták az úgynevezett egészségfejlesztési irodákat, amivel ezt a prevenciós tevékenységeket a háziorvosi alapellátási rendszerrel összekapcsolódva kialakították. Ebben a Kiskunhalasi Kórház indulása óta, tehát 2013 óta aktívan részt vesz, akkor júniusban alakult meg az egészségfejlesztési iroda. Az első időszakban mi is inkább betegségfelderítés, a kiszűrt betegeknek a terápiája, a csoportos terápiák, a megfelelő szakorvosi helyekre való eljutására, a szűrésekre helyeztük a hangsúlyt. Talán a kedves nézők is emlékeznek, hogy minden nagyobb városi, illetve járási rendezvényen ott voltunk, a sátrainkkal szűrtünk vércukrot, koleszterint, vérnyomást. Mindeközben mi is, és szerencsére a kormányzat is észrevette, hogy a fizikai betegségeken, tüneteken kívül igen nagy jelentősége van a mentális egészségnek is. Elkezdtük mi is az egészségfejlesztési irodán belül is ezt a mentális tevékenységet, azonban ennek egy szervezett kerete is kialakult, a lelki egészségfejlesztési központok, amely az egészségfejlesztési központoknak egy kiegészítőjévé vált. Ezzel igen jelentős tevékenységet szerveztünk ki ebbe az irányba az egészségfejlesztési irodákból. Megváltozott nekünk is a prioritásaink, tehát kevéssé a szűrésre, a számok gyűjtésére, a páciensek, illetve klienseknek hívjuk ebben az esetben őket. Ez alatt az idő alatt közel 20 ezer pácienssel kerültünk mi kapcsolatba, és mint említettem, 2018-tól kibővült ez a tevékenység a lelki-mentális tevékenységről, amivel kapcsolatosan majd Török Imre szakmai vezető úr fog részletesebb tájékoztatást adni. A lelki egészség központ miként tudta az egészségfejlesztési iroda munkáját kiegészíteni, bővíteni? Hát egyrészt nagyon jó alapokat kaptunk az egészségfejlesztési iroda, ahogy igazgató is elmondta, hát alapos felkészítést végzett, feltérképezte a térség egészségügyi állapotát, nagyon sok kapcsolatot képített, és azt a szemléletet is képviselte, és a programjaiban is, tehát az egészségvédő programokban kifejezésre juttatta, hogy az életmód, a környezethez az való viszonyulás, a kapcsolataink mennyire befolyásolhatják az egészségünket, és ilyen szempontból a lelki egészség és a motivációk, az, hogy hogyan viszonyulunk a környezethez, hogyan tudunk megküzdeni a stresszel, nagy mértékben befolyásolják azt, hogy egyáltalán kialakulnak-e bizonyos szomatikus betegségeink, illetve a lelki egészségünk, hát a mentális fitness, ahogy az egyik előadónk Bogdél Műke mondta, milyen szinten van, tehát hogy a teljesítményünket is nagy mértékben meghatározza, és a lelki egészséget is. Szociális téren és nagy tapasztalattal rendelkező kollégáink voltak, vagy vannak. Pszichológusok közül Racsmán Ritát is kiemelném, aki a pedagógiai szakszolgálat felől a pedagógiai vonalat emelte és képviselte. Kelemen Emesét, aki klinikai pszichológus, egyrészt tapasztalt szakember is, és hát mindig számít az, hogy mennyire milyen személyes kapcsolatok vannak, tehát informális kapcsolatokkal is lehet népszerűsíteni a programokat. Zöldhegyi Nándornét is mindenképpen megemlítem, és Bekéné Lakatos Líviát, ők
A kórházban egyébként is számtalan betegnek intéztek szociális ügyeket, és kiterjedt ismeretségi hálózatuk volt, akár intézményekkel, akár az ott dolgozó szakemberekkel, és az a programok szervezésénél nagyon, nagyon fontos szempont. Fontos megkiemelnem dr. Szabóné Frank Erikát, aki hát a szervezéstől kezdve programok megvalósításában is nagyon, nagyon sokat részt vett és nagy segítségünkre volt, és pszichológusként még megemlítem Németh Ráczkotát, aki nagyon népszerű programokat vitt akár az egészségügyi dolgozók felé, akár a pedagógusok felé, illetve a pedagógiai szakszolgálat felé. Sok segítséget kaptunk helybiztosítás szempontjából, közönségszervezés szempontjából, a MÁV Kultúrházban, a Halas Média közösségek házában is szerveztünk komoly programokat, de voltak olyan helyek, ahová nekünk kellett vinni eszközöket konkrétan, és például ez a projektor nagyon sokat segített. Ezekkel olyan helyeken is tudtunk előadni, ahol nem voltak olyan eszközök, amik lehetővé tették volna azt, hogy sok ember lássa az előadást. Ehhez természetesen kellett egy laptop arra is alkalmas, hogy megszerkesztjük az előadásokat, illetve a levetítést lehetővé teszi. A rendezvényeknél nagyon fontos projektekben, ugye ezek uniós projektek, hogy igazoljuk azt, hogy ténylegesen megtörténtek, és fényképezőgéppel hát a résztvevőkről személyiségot nem sértve, általában arcot nem ábrázolva felvételeket készítsünk. Projektorhoz természetesen tartozik egy vetítővászon is, illetve kisebb előadásoknál táblát is használtunk. Ezek voltak a legfontosabb eszközeink. Emellett felhasználtuk még a pszichoterápiás részlegnek, a pszichoterápiás részleg is rendelkezésünkre bocsátotta a helyiségét, és a relaxációs szivacsait, ami relaxáció programnál és más progresszív relaxációnál is nagy segítséget nyújtott. Főként a tehetséggondozásban résztvevő gyermekeket céloztuk meg a programjainkkal, mert hogy rájuk kiemelten nagy teher hárult, és hárul napjainkban is. Stresszcsökkentő, önismeretfejlesztő, kreativitásfejlesztő foglalkozásokat, illetve társas készségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk. Emellett a pedagógusoknak is szerveztünk programokat, autogén tréninget, stresszcsökkentő, illetve önismereti célzattal, művészetterápiás foglalkozásokat, szimbólumterápiás foglalkozásokat szerveztünk a pedagógusoknak, illetve egy konferenciát is tartottunk 2019 tavaszán, ahol szülőknek és pedagógusoknak tartottunk előadást, illetve különböző műhelyekben vehettek részt a szülők és a pedagógusok, meseterápiás műhelyt, mindfulness, meditációs műhelyt tartottunk, illetve Gőber Orsolya varázsjátékairól is volt egy műhely, amelyet főként óvodában, illetve alsó tagozatban tanító pedagógusok tudnak alkalmazni. Hogyan látja, összességében miért volt ez hasznos, akár a fiatalok, akár a felnőttek részéről? Én azt látom, hogy egyre nagyobb teher hárul napjainkban a gyermekekre. Ugye egyrészt a növekedő elvárások miatt az oktatási intézmények részéről, másrészt pedig a szülők részéről is van egy nagy nyomás. Emellett nagyon sok a családokban a konfliktus. Egyre kevesebb idő marad a gyermekekre, egyre kevesebb minőségi időt töltenek a szülők a gyermekekkel. Egyre inkább igényük van a személyes beszélgetésre, odafordulásra, és azt látjuk, hogy most a COVID-járvány idején különösen megnövekedett a pszichoszomatikus megbetegedések száma a gyermekek körében, tehát egyre több a hasfájás, fejfájás, testi tünet, amelyek mögött szomatikus okokat nem találnak a kollégák, és ezt látom a legfőbb eredményének. Olyan
anyagokat is kidolgoztunk, amelyeket a későbbiekben is tudunk használni a gyermekekkel való munka során.